köbüşürük, il tanıkan köbüşürük, ak sağı tökü doluğa, yargı tekim köptür. Ökkenin sakta kaymağın, bugünkü menin aygağım, ökök ben aysan pazara, köterigen biyek bayrağım. Köszöntöm a kedves nézőket, a Hun TV Aranykapu műsorát látják. Én Dehkani Alibaba vagyok. A mai vendégünk egy nagyon kedves és régi barátom, Mészáros Ferenc. Köszönöm szépen, és megtisztelő, hogy itt érvezhetem a társaságodat. Üdvözöllek. És köszönöm a meghívást, mindenkit szeretettel köszöntök. Többek közt én úgy gondolom, hogy minket évek során a barátságunkat gyakorlatilag a bor, a kenyér és a víz, ami a megtestesítője az önmaga Omar Khayyam, vagyis a Omar Khayyam kötött össze minket. Omar Khayyamról mit lehet tudni? Hát azért még van egy tényező, ami összekötött minket, és ez a nők. Azért ezt a nők? Hozzá, igen, meg a negyedik tényező. Omar Khayyam miért izgalmas? Hát azért, mert ugye ilyen korban, mint én is vagyok, a férfi ember keresi a válaszokat olyan kérdésekre, amelyekre nem kapta meg fiatalabb korában, az iskolában, vagy olyan közösségekben, ahol ismereteket vagy tudást kellett volna szerezni. És akkor, amikor ezek a kérdések ott maradtak függőben a levegőben az évek során, egyre erőteljesebbé nőttek, és akkor jött a kényszer, hogy megkeressen rá a válaszokat. És hát hol találhatjuk meg, hanem azokban a rögzített dolgokban, amiket emberek valahogy... Vagyis idők során, ahogy önmagadat keresve próbáltad a válaszokat, illetve önmagadat minél jobban megismerni, az utódba került a Omar Khayyam, ami egyébként én nem csak a fordításait, már említésre méltó, hogy fordítottad a Omar Khayyam Robaiat vagy a verseit, de az előző verseit is, amit láttam vagy olvastam többször, nagyon olyan vonalon vagy azon a Omar Khayyam szellemi gondolkodáson van, mint amilyen te gondolkozol. Ezt gyakorlatilag előtte is hordoztad magadban, hogy egy agyakban, egy homokban már megtestesült testet láttál, vagy szellemet, vagy a bornak a nézőszempontot, a bornak a szakrális természetét ugyanúgy láttad, mint a Omar Khayyam, vagy esetleg valamennyit a Omar Khayyam verseiből átjöttek a te világodba? Hát én ezt inkább úgy fordítanám le, hogy ha a férfi valóban férfi, akkor eljut Omar Khayyamig is. Lehet, hogy személyesen... Mit értesz az, lehet, hogy a férfi valójában férfi? Személyesen nem ismeri, de ezt a négy principiumot, amit meghatároztál az imént, hogy bor, mi is volt még? Víz. Már hát azért gondolom nem titok, hogy te vízzel foglalkozom. Igen, vízzel foglalkozom. Bor, víz, mi volt a harmadik? Kenyér. Kenyér, igen. Én egy negyediket is hozzátettem, a nő. Hát Omar Khayyamot is alapvetően ez a négy. Egyébként a nő az egy nagyon magas szó, az, hogy nő, az egy nagyon szép magyar szó. És azt hiszem, veled pont sok porozás közben ezt fezegettünk, és azt hiszem, te említetted, vagy akkor mondtunk, hogy a nő gyakorlatilag egy magas szó, azt jelenti, hogy egy szabad felülettel rendelkező valami, ami nő. Vagyis a nő az egyetlen olyan dolog, ami felülmúlja folyamatosan önmagát, már hogy nő. És a férfi a férközés szóból ered, szóval a férfi az mindig csak egy ilyen mellékes szerepe volt a társadalomban, már minden ilyen szakrális és fontos dolgokat az nők végezték. És a te verseidben, még a te többször, amikor beszélgetünk, de főleg a verseidben, azt veszem észre, hogy ezen a vonalon nagyon erősen ragaszkodsz, hogy tényleg a mai világon azért felborult nagyon sok minden, mert a nők és a férfiak szerepe az megváltozott. Az jól látom? Hát igen, ez nagyon hosszú történet lesz, nem tudom, eddig tart ez a műsor. Én nyitott vagyok erre a dologra, hát kezdjük a nőnél. Ugye én is abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy nő hozott a világra. No. És ezért nagyon hálás vagyok neki. És hát sajnos a férfi arra nem képes,
hogy világra hozzon egy kis életet neki, annyi feladata van ebben a dologban, hogy eljutassa a magot megfelelő körülmények között, megfelelő helyre és megfelelő hangulatban. És hát emiatt ugye a nő helyzete, szerepe egészen más a világban, mint amit ma előírnak szegénynek. Én azt hiszem, hogy a legmagasabb rendű emberi lét megnyilvánulás az nem más, mint az utód létrehozása. Egy teremtő aktus, amikor a férfi és a nő egymással találkozik és egy utódot hoznak létre. Annak a minőségét az határozza meg, hogy a nő mennyire nyitott, milyen az a termőtalaj, ahova ez a mag hull, és milyen ez a mag, ami abban a termőtalajban hull. Ez határozza meg azt a minőséget, ami világra fog jönni. De az emberi közösség minőségét is azt határozza meg, hogy ezt az aktust, ezt a létmegnyilvánulást, ezt a legmagasabb rendűt ebben a jogi hierarchiában hova teszi. Igen. Ha nincs a csúcsán, és nem ennek alárendelve létezik minden, akkor az emberi szerveződés, a organizáció hamis, torz, és mindig válságba kerül. Ha igen, ez rendelve... tudományosan végül is genotípus és fenotípusra jellemzik, amit az ember hordoz magával, még azt a társadalmat, amiben nevelkedik, és nagyon sok minden, amiben gyakorlatilag felnő. Jó, de a Omar Khayyamra persze nagyon sok szerelmes versei még, de nem csak a nőkről mesél az Omar Khayyam. Én bátran merem mondani, hogy Magyarországon az egyik Omar Khayyam szakértője az te vagy. Mi minden átjött neked Omar Khayyamból? Na szóval én nem vagyok szakértő, meg tudományos ember sem. Azért szerintem szerenkény. Omar Khayyamból nagyon sok minden átjött, tudtam vele azonosulni. Mondtam azt, hogy a férfiak ilyen principiumok alapján léteznek és állnak össze, mint férfiak, és ebben nagyon sok közös vonás van, tehát az élet, a mai életterületen, jelen életterületen is találkozom olyan hintársakkal, akik férfiak minősülnek, és nagyon jó velük együtt lenni, mert ki sem kell mondani a szavakat, és pontosan tudjuk, hogy miről van szó. Hát ilyen ember volt Omar Khayyam is a múltban, sajnos személyesen nem ismerhettem, de akár úgy is kezelhetem, mintha itt ülne mellettem az asztalnál, mert... De nem én vagyok, kedves néző. Nem ő az, igen. Az ő szelleme mindig itt van, azért, mert valódi férfi volt. És mindazokat a dolgokat, ami egy férfi feladata ebben a világban, azt ismerte, és nem csak érzelmileg, hanem értelmileg is képes volt átadni. És nagyon izgalmas volt, hogy ez az ember egy korszakváltás idején, amikor ugye azért Perzsiában is egy történelmi korszakváltás volt, történt valami, meg tudta őrizni azokat az értékeket, amelyek egy férfit jellemeznek. Ugye nem minden férfi hím, de nem minden hím férfi. És ezt mindenki gondolja át alaposan, és akkor majd kiderül, hogy miről lesz. De többször ezt említed, mitől egy férfi férfi? A férfi attól férfi, hogy pontosan tudja, honnan jött, pontosan tudja, mit jelent a nő, pontosan tudja, mi a szerepe abban a teremtő aktusban, amiről beszéltem, neki kell elvetni a magot, neki kell azt a talajt, ahol magot elfeti, megfelelő viszonyok közé helyeznie, és olyan hangulati állapotban, hogy annak a magvetésnek, így a termésnek a minősége is tökéletes legyen, és gondoskodnia kell arról, míg ez a termés a világra jön, addig annak a közegnek, a nőnek, annak a csodának, amiből az élet árad, annak a legjobb viszonyai legyenek, és miután világra hozta ezt a kis termést, és létrejön a kis mikrokozmosz, amit mi családnak nevezünk, akkor a férfi kell, hogy az legyen, aki biztosítja ennek a kis mikrokozmosznak az energiát ahhoz, hogy képes legyen felmaradni. Ez a férfi. A hím pedig az, aki ezeket nem tudja. Akkor így, ahogy most elemezted, azért nagyon nagy távolságok vannak, hogy hím és férfi között. Egy más témát, hogy gyakorlatilag te miért annak ellenére, hogy kiváló dús szavakkal rendelkező költőnek gondolom vagy, mégis vízzel foglalkozol. Víz az esetleg egy olyan, hogy többször látom nálad, hogy úgy kezeled a vizet, mint egy élőlényt.
A víz az gyakorlatilag meddig, mi az a határ, amikor már élőlénynek lehet azt tekinteni? Hát a víz élőlény. De ha már egy csatornán át ráment és klorozták, és jót, akkor is élőlénynek tartod, akkor vagy az, ami... Akkor csak beteg szegényke, és meg kell gyógyítani. Hát ilyen egyszerű a dolog. A víz az bennünk is itt van, 70%-unk víz. Ja. És abban a vízben vannak apró kis lények, több millió, több tízmillió apró kis lényecske, kis mikroorganizmusok, amelyek valójában gondoskodnak arról, hogy mi egyáltalán éljünk. A saját élő vízünket táplálják. És hát emiatt érdemes velük foglalkozni, mert az ő kis életük és a viszonyuk ahhoz a világhoz, amiben élnek, ahhoz a környezethez, amit mi hozunk létre számukra, meghatározza a mi minőségünket is. Tehát minden inkább megbecsüljük őket, annál inkább közelebb vagyunk ahhoz a rendhez, ami az emberi közösségeknek is kellene, hogy a rendje legyen. És minél távolabb vagyunk ezektől a kis lényektől, az ő szerveződéseiktől és viszonyulásuktól a természethez, mi annál távolabb vagyunk attól a rendtől, amiben az emberi közösségnek élni kellene. Értem. Egy más kérdésem lenne, hogy a Omar Khayyam gondolatmenetét esetleg, már tudom, hogy nagyon otthonosan vagy a magyar irodalom és költészeten, esetleg van-e olyan költő magyar, aki, magyar költő, aki ennek a szellemi világot valamilyen formában a maga korához és hátterjehez próbálta közvetíteni? Volt, hogyne, persze. Hát a Szabó Lőrinc nagyon jól tudott azonosulni, Omar Khayyamban szenzációs próbájokat fordított, a Vörös Sándor is hasonlóan, tehát azért egy olyan szellemi szinten létezett, ahol az Omar Khayyam üzenet szintén megjelent. De nem költő volt, de például a Hamvas Béla az abszolút ezt a értékrendet képviselte. Szóval a gondolata az nagyon közel állt a... Hogyne, tehát férfi volt. Tehát mi férfiak, ugye, pont ezt akartam. Együtt gondolkodunk, nem olyan nagy csoda ez. Azért is, persze manapság nagy csoda, mert azt, hogy férfi, azt sajnos devalválták, tehát jó lenne már helyre tenni, hogy mi a nő és mi a férfi. Szerintem a tudománynak ezzel kellene foglalkoznia itthon, mert egyéb területeken sajnos nem tudott még sikereket elérni, sőt, erősen süllyedünk, és van néhány tudományos intézményünk, és az alapfogalmakat tisztáznak, hogy mi a nő, mi a férfi, mi a gyermek. Aztán már tisztázni lehetne azt is, hogyha ez a férfi, nő és gyermek éppen magyarnak születik, az pontosan mit jelent, és hogyan lehet ezt ráhangolni, ezt a kis lényt arra a világra, ami körülöttünk van. Hát sok-sok ilyen kérdés van, amivel a tudománynak foglalkoznia kellene, sajnos nem azzal foglalkozik, így nekünk szegény műveletlen bórias embereknek kell a munkánk után éjszaka azután kutakodni, hogy mi is a férfi és mi a nő. Mit gondolsz, még milyen messze vagy ahhoz, hogy ezt a dolgot önmagaddal tisztába tegyél? Én ezt már tisztába tettem, tehát abszolút világosan tudom, hogy miért rossz az a világ, emberi világ, amiben élünk. És úgy gondolod, hogy azért már, csak azért már, hogy ezt a, persze idő, hogy mondják, idő, vagy, szóval csak azért rossz már a nő és a férfi szerepe az megváltozott? Igen, hát alapvetően most, ugye az ember akkor attól szaporodik, ha egy férfi és egy nő találkozik. Most, ha megnézzük a mai viszonyrendszereket, képzeld el, ma a nő és a férfi ellentét párként van nyilvántartva. Pedig ennél erősebb összehangoló lehetőség nincs. És ennek az összhangjából jön létre az utód, a mi utánpótlásunk. Az az egyed, az az ember, aki majd a jövőt fogja építeni. És ennek a hangolódásnak a minősége meghatározza annak a kis jövevénynek a minőségét és viszonyát a világhoz, aki majd ebből a kapcsolatból létrejön, és ha a kapcsolat torz, erőszakos, de talán a kényszer hatására, hogy más erőktől jön létre, akkor az a kis utód is hasonló minőségű lesz, mint maga az aktus. Ez nagyon fontos. Hát a nőt helyére kell tenni. Úgy látom, hogy ettől a témától nagyon nehezen tudunk váltani. Viszont szeretném megkérni téged már, hogy hát nem titok, hogy amikor fordítottad a Omar Khayyamot, akkor sokszor borozás keretében sok mindent beszélgettünk. És igazából, ahogy megbeszéltünk, egy verset, ráadásul egy robajat, azt a versformát mondják robajatnak, amikor a négy fél sor az rimmel.
Most nem lehet fordítani egy olyan robajatot, mint a Omar Khayyame, hogy a gondolat menetét is fordíts, magyar nyelven mondjuk ebben az esetben, ami egy egyébként nagyon-nagyon érdekes és misztikus nyelvnek gondolom én, és közben még vers szerkezete is, hogy rimmeljen is. Ezt te hogy oldottad meg végül is ebből a száz robajatból? Mert hogyha rimmel a fordítás, hogy vers szerkezetileg lehet rámondani, hogy robajat, akkor nagyon nehéz a gondolatmenetét is áthozni. És azért egy fordítónak ezt nagyon figyelembe kell venni, hogy most a gondolatot akarja, és akkor nem tartja meg azt az eredeti vers szerkezetét, amitől egy robajat, ahogy említettem a robajat, az négy fél sorból áll, és mindegyik fél sornak a vége kell, hogy rimeljenek. Ez így nagyon nehéz, nem? Vagy lehetetlen? Hát a formáról vannak más elméletek is, de ez nem lényeges. Tehát az alap dolog, a gondolat az megvolt, tehát azon nem kell töprengenem, csak rá kellett nézem, hogy miket írt az ember, és tudtam, hogy férfi társ, és érdemes van elejük a sorozásra, amikor eleve valóságában nem volt itt. Itt valójában a bolt az a verselés adta, tehát amikor olvasgattam, hogy belelapozok, ha lehet, és nem is lapozok bele, mert igazság szerint volt neki egy végrendelete, ami engem nagyon felcsigázott és felé terelt. Azt én így írtam le, hogy borban fürdessen, aki eltemet. Igen. Szőlőfürtökkel fedje testemet. Holtomban megvendégelem a bort, szívjon magába, mint az édes bort. Hát ez engem lenyűgözött, és azt mondtam, hogy ezzel az emberrel sokkal többet kell foglalkozni, mert... Hát borban megtemessenek engem. Ezt gyakorlatilag milyen értelemben? Miért? Ez egy részeges valaki lehetett? Vagy, nem egészen. Abszolút. Szóval mi van ebből a bor szakralitásában, amire kimondottan például a Omar Khayyam, és nagyon sokan annyira ragaszkodnak, hogy szóval a bort az egy szakrális... A bor a szerelem gyümölcse. Hát a föld a nő, az ég a férfi. Igen. És ezek ketten egyesülnek, és létrehoznak egy csodálatos egy gyümölcset, azt a kis szőlőskét. Egy kiszállt gömb. Igen, még azt hozzá, hogy gyakorlatilag a bor az azért bor, az még a kenyér is egyébként, már gondolj bele, hogy minden szent elem, minden létező elem az benne van. Szóval amíg szőlő volt, akkor igen, odáig jutunk, amit említettél, hogy ott van a napenergia, a föld, a víz, de miután leszedik és préselik, akkor gyakorlatilag megölik ezt a szőlőt, és újra feltámad, már hogy a bor formájában gyakorlatilag újra feltámad ez a szó. Omar Khayyam nem így gondolta, ezt meg kell mondjam neked, és én nem gondolom, nem, hát az ég szerelmes lett a földbe. Az ég szerelmes lett a földbe. Ez a nagy energikus férfi, az ég szerelmes lett a földbe. És mivel kölcsönös volt a szerelem, ezért meg is termékenyült ez a föld. Igen. És ebből többek között született ez a kis szőlőke. A szőlőben pedig benne a kis sejtecske. Jó, de miért nem mondja, hogy mondjuk cseresznye, vagy más gyümölcs, vagy más egyéb... Miért nem mondja, hogy cseresznye? Miért, igen. Hát azért, mert a szőlő. A szőlő. Azért, mert a szőlő. Hogy a feltámadás, mert hogy a szőlő, a bor, az feltámadásnak a jelképe, mert hogy azt keresztre feszítik, és utána feltámad. És abba nedvben gyakorlatilag mondta, hogy temessetek engemet a végrendeletén. Igen, és ez volt az első robajatot, amit olvastál, és valahogy... hogy úgy fogalmazom, ahogy te mondtad, hogy ahogy olvastad, azt mondta, ez egy férfi, akivel érdemes. Igen. Aki érdemes leülni borozni, és beszélni a nőkről, mert tudja, hogy mi a nő. Értem. És nem sztorikat mesél el, hogy hogy történtek az esetek, hanem azt meséli el, hogy milyen csodálatos élményei vannak, mikor megpillant egy nőt, és meglátja benne azt a hatalmas lehetőségét annak, ami a teremtés. Értem. És más versei voltak, amit úgy kimondottan nagyon közel állt? Vagy mondhatjuk azt, hogy minden versei szinte nagyon közel áll a szívedhez? Mindegyikkel tudtam azonosulni, igen. Igen? Most azon vagyok, hogy lehetőleg ezek a nagyon fiatal fiúskák, akik kijönnek az iskolából, hozzájussanak és elolvassák. Értem. Férfival válásukban nagy segítséget nyújt nekik. Értem. Ugye a mai állami gondozott gyermekeknek nehéz egyébként hozzájutni férfi üzenetekhez.
Hogyne, hogyne, az egy nagyon nemes feladat. Esetleg van valami olyan más robajat, amit úgy gondolod, hogy a mai magyarországi viszonylatban az talán nagyon hasznos lehetne, vagy nagyon sok embernek a szívéhez szólna? Nagyon nehéz a magyarországi viszonylatokhoz bármit igazítani, mert ez egy nagyon magas szellemi rendű dolog, és ha lehozzuk a viszonyok közé, akkor valójában lefokozzuk. Tehát ez azért más, ez egy ilyen csillagszerű dolog a szellemben, de lehet olvasni. Találod rá, kinyitom? Jó? Igen, kérem szépen, ha lehet. És én megpróbálom a perzsáját mondani, ha eszembe jut, és jó, tudom azt kezdjük. Fejből. Mondjuk a 83., ami úgy szól, hogy körülöttem üres kupák, rajtuk barátok újnyoma, megitták az utolsó kortyot, és elnyelte őket az útpora. Megyek, ha hívnak, reménykedve, hogy ott is telve a kupa, asztal körül a cimborák ülnek, s lesz nagy égi lakoma. Na, ez nagyon Omar Khayyamos tényleg. Ez tényleg Omar Khayyamos. Vagy még egyet akkor, jó? Igen. Na, inkább úgy kezdjük, hogy der kargeh kuzegeri budam dus, didam 2000 kuze guja va khamush. Vangeh yeki kuze baravard khurush, ku kuzeger o kuze khar o kuze furush. Na, azt keres meg nekem. Hát azért adjál támpontokat, mert a perzsa nem megy még nekem olyan tisztán, mint neked a magyar. Olvadj Rubina jóbor, Isten ölén termett. Ajándékba küldte neked, véreddel keveld meg. És amint a tüzes lény lassan kővé dermed, úgy formált majd belőled ékes rubinkáját. Gyönyörű. Úgy gondolom, hogy ennél szebb befejezés nem lehet a mai műsorunkban. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt élvezhettem a társaságodat. A kedves nézőktől szíves elnézősüket kérek, hogy nem vagyok magyar anyanyelvű, és biztos valószínűleg nagyon sok hibát ejtettem. Főleg egy költész mellé, az nagyon könnyedén megesett. Köszönöm szépen, hogy időt szántak rám. Aranykapu műsorát láttak, Hun TV, Alibaba vagyok.